Nem sikerült sajnos a kvótaszerzés az isztambuli olimpiai kvalifikációs versenyen, így már biztos, hogy magyar tékvándós nélkül rendezik meg majd a riói olimpiát. Sportolóink sorozatban egyszer maradnak le az ötkarikás játékokról, a miértekről és a folytatásról most Kocsis Edinával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt! Nézlek, hogy mennyire vagy szomorú, mennyire nehéz ezeket a napokat most megélni. Hát eléggé hétfőn jöttünk ugye haza, akkor még teljesen nagyon rosszul éreztem magam, de ezt nagyon sok emberrel beszéltem, és mondták, hogy nem szabad ebbe ugye belemélyedni, hanem előre kell nézni, és már tök jóra gondolkodni. Szóval az ember a túlélésre van kódolva, azt mondod? Igen, ebben az esetben igen. Hát igen, ugye itt azt hiszem, hogy itt nem csak a számok, amit ugye itt a bevezetőben mondtam, hogy végülis a negyedik olimpia lesz ugye a magyar résztvevő nélkül, de ha onnan közelítünk, hogy a tavalyi esztendőd is már milyen szenzációsan sikerült, és ugye a világbajnokságon mondhatom nyugodtan, hogy a női oldalú történelmi bronzérmet szereztél, te voltál az év női versenyzője, és hát nem beszélve, jól tudom, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is támogatta a felkészülésedet, ugye, tehát mondhatjuk, hogy minden együtt állt ahhoz, hogy ez a riói kvóta ez meg legyen? Igen, minden együtt állt. Egy olyan csapat került végre mögém, ami egy igazi sportolóhoz úgymond méltó szerintem, mind orvosilag, mind támogatók szempontjából, úgyhogy egy szavam nem lehetett, és életem felkészülését is hajtottam végre, tehát olyan szinten, hogy nem gondoltam volna, hogy még ennyi idősen is tudtam volna fejlődni, pedig gyorsaságban és mindenerőben is fejlődtem. Ez ugye köszönhető volt a kiegészítő edzéseknek, viszont lehet, hogy pont ezzel volt a baj, hogy minden klappolt, és nem tudom, egyszerűen nem tudom megmondani, hogy mi volt a hiba. Hát igen, ez nyilván nagyon nehéz, és szerintem még nyilván ülepednie kell, hogy az ember úgy Isten igazából távolságból figyelve azt, hogy mi történt ott, leüljön és megnézze esetleg az összecsapást, kielemezze. Tervezel ilyesmit, vagy ezt most már el akarod engedni, ezt az élményt? Hát mindenféleképpen még meg fogom nézni ugye azt a meccset is, de az volt a baj, hogy fejben, tehát ugye nekünk 3x2 perc egy mérkőzés idő, és amire emlékszem, nagyjából 5 másodperc. Tehát igazából lehet, hogy fejben volt a probléma, és onnantól kezdve ugye lefagytam. De mindenféleképpen ugye még egyszer legalább vissza fogjuk nézni, hogy mi is történt. Igen, hát ez nagyon fontos lenne, mert hogy ha egy picit részletesebben megnézzük a dolgot, akkor tulajdonképpen egy, hát nem is azt mondom, hogy rutintalan, de egy kevésbé ismert svéd versenyző ellen szenvedtél. Norvég versenyző ellen szenvedtél vereséget. Ugyan a videóbíró elemzés is szóba jött, arra miért volt szükség egyébként ilyenkor? Segíts nekünk megérteni, hogy ilyenkor mit néz vissza a zsűri, tehát... Ilyenkor többnyire a fejrúgásokra szokták kikérni, ugyanis ugye elektromos rendszerrel dolgozunk, tehát van ugye a lábunkon egy zokniszerűség, ami a megfelelő találati felülettel és erővel ér a protektorhoz, illetve a fejvédőz, az automatikusan beadja ugye a gép a pontokat. Viszont ugye az arcrúgás az nálunk ugyanúgy érvényes találati felület, de ugye azt a gép nem tudja nyilván megadni, mert nem érintkezik ugye a kettő együtt. És ilyenkor szokták a videóbírót kikérni, hogy már pedig az fejrúgás volt, ilyenkor visszanézik, és ha talált, akkor ugye visszaadják a kártyát, ha nem, akkor elvesztük a kártyát. De több esetben is ki lehet kérni, tehát fogások miatt millió dolog van, amiért lehet használni egy videóbírót. Mit tudott ez a fiatal hölgy, tehát ez a viszonylag ismeretlen versenyző, hogy így meg tudott lepni? Megmondom őszintén, szerintem nem ő tudott dolgokkal, nem ő tudott többet, hanem én voltam az, aki hagyta, hogy ez elmenjen, sajnos. Értem. Tehát akkor végülis, amire így most nagyjából így összegezve következtethetünk, az, hogy volt valami, hogy mondjam, szellemi áramszünet? Igen. Mert ezek szerint fizikailag totálisan együtt voltál. Fizikailag teljesen fel voltam készülve, mentálisan is fel voltam készülve, de nem egyszerűen nem jött ki. És sajnos nálunk ez ilyen, hogy van egy verseny és egy lehetőséget, hogy megcsináld, ha sajnos nem jön össze, akkor nem jön össze. Nem úgy van, hogy akkor majd jövő héten megpróbálom egy másik versenyen, nem sajnos. Hát igen, ezt ismerjük pásportákban, Berki Krisztián is ugyanennek lett az állapota, ugye versenyzőként sajnos, hogy egyszer és aztán soha többet nem, nincs mód arra, hogy kvalifikáljon egy egyébként olimpiai bajnok egy olimpiára.
nyilván nagyon nehéz dolog ezt megemészteni minden szempontból. Ugye volt ott még egy másik magyar induló, aki gondolóvetre gondolok, aki szintén végül is reménybeli olimpiai kvóta szerző lehetett volna. Tudsz egy picit nekünk az ő távollétében, hiszen ugye ő Kanadában él, ha jól tudom, segítséget nyújtani, hogy nála vajon mi történt? Volt időd egyáltalán beszélni vele, figyelni az ő csatározását? Hát az volt a baj, egy nap voltunk, de figyeltem, persze. Szerintem jó formában volt ő is, de a második meccsén vesztett egy szerb lánytól, aki viszont tényleg ott van nagyon a toppon, úgyhogy... Tehát mondjuk abban a tekintetben az a vereség így, hát nem is azt mondom, hogy jobban belefér, de... Hát igen, ilyet nem mondunk, de igen, igen. Tehát ott volt esély arra adott esetben, hogy az ellenfél, igen, ha jó formában van, akkor könnyebben győzedelmeskedik. No hát, Edina, akkor hogyan tovább? Ilyenkor nyilván persze nagyon nehéz az a része, amit neked magaddal el kell számolni. Van-e olyan, hogy mondjam, tartozás, amit úgy érzel, hogy esetleg a te veled együtt dolgozó tímnek is majd, hogy úgy mondjam, hát nyilván nem visszafizetni kell, de mondjuk valamilyen szinten velük is elszámolni, hogy akkor most hogyan tovább, mi a terv? Hát igen, mindenféleképpen, hiszen ez nem csak nekem rossz, hanem rossz érzés úgy is, hogy másoknak is úgymond csalódást okoztam ezzel, de hát most mindenféleképpen kell egy kis pihenés, leginkább ugye fejben, hogy túltegyem magam az egészen, illetőlegesen össze kell ülnünk majd a szövetséggel, és megbeszélni, hogy milyen versenyekre megyek, hogyan, mert ugye már beleszámít ugye a tokiói ranglista alapján, úgyhogy ezt mindenféleképpen meg kell beszélnünk, valamint minden, tehát a dokikkal, a sportpszichológusommal is le kell ülni beszélni, hogy megköszönjem az eddigi munkát, és újra köszöntsem őket a köreinkben, úgyhogy... Mindenféleképpen, igen. Jó, szóval akkor ezek szerint abszolút az a terv, hogy akkor folytatni tovább. Persze. Ugye itt, ha nézem, azért ez egy nagyon elit kör, akik azért az olimpián ugye ott lehetnek, és 8 súlycsoportonként 6 induló, ugye nemzetenként egy, ha jól tudom, mennyi szóval szemben. Úgy van, igen, hogy 4 női és 4 férfi súlycsoport van csak az olimpián, és a tavalyi év decemberével lezárult a világranglista, ahol az első 6 automatikusan kvalifikált, illetve vannak ugye kontinentális kvalifikációk, nekünk európai, és ott az első 2 ugye szerzett kvótát, tehát 16-an vannak összességében a egy súlycsoportban, de ez nagyon, nagyon elit körténik. Ha egy picit most a saját sorsodtól mondjuk eltávolodva nézed mondjuk a taekwondo jövőjét Magyarországon, akkor az, hogy mondjuk éppen most, mint hogy az elmúlt 3 alkalommal sem volt olimpiai résztvevő, ez mennyiben befolyásolja a sportágnak a boldogulását, népszerűsítését, adott esetben azt, hogy mondjuk nagyobb lehessen a merítési lehetőség, tehát hogy esetleg több versenyző válassza ezt a sportágat. Hogy látod? Hát szerintem az olimpiától nagyon-nagyon függ, ugye, mert Magyarország eléggé olimpiacentrikus, főleg ugye éremre mennek rá, csak az a baj, hogy nem tudják azt, hogy nálunk milyen nehéz egy Európa-bajnoki vagy egy világbajnoki érmet szerezni, ráadásul még hiába szerzek egy VB-n érmet, ugye nem olimpiai kvalifikációs VB, úgyhogy még ez is rátesz. Mint hogy ezek szerint történt korábban, hiszen ugye a bronzérmet tavaly az összességében azért egy óriási sporttörténeti jelentőségű érem volt. Igen, úgyhogy mindenféleképpen befolyásolja, de létre kell hoznunk egy olyan, szerintem egy olyan szervezetet még a taekwondon belül, aki rámegy a tömegre, aki tudja vonzani, és nem csak a versenysportot látják benne, hanem mást is. Érdemes lenne szerinted, tehát van a taekwondo egy annyira szerethető műfa, hogy ki lehetne szélesíteni ezt a társadalmi bázist, akik... Igen, szerintem mindenféleképpen, hiszen a küzdősportok közül szerintem az egyik leglátványosabb, illetve ugyanúgy káosz rendszer, úgyhogy szinte mindenféleképpen, igen. No, hát ugye 25 esztendős vagy, és mondtad, hogy már nézel előre Tokióra. Mi ebben a sportágban az ideális kor? Van-e ilyen? Tehát itt azért, ahogy te magad is fogalmaztál, fizikailag, szellemileg, lélekben mindegy toppon kell lenni. Mikor érik meg egy versenyző, egy női versenyző ebben a műfajban igazán? Ez nagyon változó, mert most már a fiatalok egyre jobban kezdenek berobbanni, 19-20 évesen egy-egy nagy eredményt elérnek, utána van egy kis pihenő, ugye, mert akkor még senki nem ismerte őket, viszont mivel tehetségesek, ezért újra elő fognak jönni, de vannak 30-34-5 éves versenyzőink is, ez függ attól, hogy milyen adottsága van valakinek, mennyire sérülékeny, hogy bírja a szervezete, úgyhogy
Úgyhogy még van bennem szerintem. Hát tehát fantasztikus, akkor azt gondolom, hogy te még bőségesen zenét felé csak haladsz, tehát még igen, ez bőven előtted igen. van. Nem egyszerű, de... Akkor azt kívánom, hogy lelkileg próbáld meg ezt a nehéz fejezetet most megugrani, meg kell emészteni ezt a nagyon nehéz dolgot. Nyilván egy világbajnoki bronzérmes pozícióból pláne nehezebb, és legyen erőd ahhoz, hogy ezt a kitartást, ezt együtt tartsd, meg a csapatodat együtt tartsd akkor a tokiói felkészülésre, és remélhetőleg akkor egy más hangvételben tudunk majd beszélgetni. Köszönöm szépen. Én köszönöm.